John Jackson Miller, az elveszett hittős. Titkok. Első fejezet. Három ezer évvel a Javini csata előtt. Mintha rothadás idejében minden szitnek a kesen, a Hills családnak is voltak ambíciói. Csak hogy a családtagok sohasem jeleskedtek a tervei kivitelezésében. Warner Hills apja éveket töltött azzal, hogy kiérdemelje a pártja helyi vezetőjének bizalmát. Nagy gonddal választotta ki a sikkarpengét, amelyet ura hátába szánt, de valahogy a hüvely rögzítésére már nem jutott a figyelméből, és az üvegtőr nem csupán a kiesett az övéből, de beleállt a bokájába. Egy hónapig kínlódott az elüszkösödött sebbel, mielőtt belehalt a sérülésbe. Csak ennyi ideig kellett elviselnie a különféle neveket, amelyeket ráragasztottak. Megözvegyült felesége nem esett zavarba, Rögtön a következő héten megpróbálta elcsábítani a kérdéses vezetőt. A szolgái óvatosan letették őt egy hatalmas urnában, a vezető lakosztályában. Sajnálatos módon az edény teteje igen nehéznek bizonyult, és azt senki sem említette meg az őzvegynek, hogy célpontja egy teljes hónapot tölt a felvidéken. A nőnek így sikerült meglepetést okoznia, már ha a takarító személyzet rémülete is számít. Warner Hills hosszabb életnek örvendhetett, mint a szülei. Nyugalomban nőtt fel, és felelős pozícióba került a törzsön belül. Minden nap a kontinens legnagyobb palotájában dolgozott, és nem is egyszer, de kétszer is meghallgathatta a Jaruk Orszín végrendeletét. Ezután közelebb ment a templomhoz, mint bárki más az elmúlt évek során. Mindenkinél közelebb jutott a helyhez, amely otthont adott az omennek, a hajónak, amely a kesre hozta a korszínt és az elveszett törset. És éppen egy növény akarta megölni. J! J! kiáltozott Hiltz fejjel lefelé vergődve a tüskés indák fogságában. Mintha a szárak minden mozdulatára még jobban megfeszülnének. Az öreg hirtelen megpillantotta a segédjét az egyik indákkal benőtt fal tetején. J! Vágj le innen! a kesiri nagyokat pislogott fekete szemével. Mivel, gazdám? Bármivel. Ó, csodálkozott el a parancson a kis termetű férfi, azután eltűnt, és egy táskával tért vissza. A fénykard, amit ő, ön talált. Ne, 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 ellenkezett Hilc, szabad kezével ilyetten hadonászott. Segédje, eleve rosszul fogta meg a fegyvert. Megölöd magad, ha úgy kapcsolod be. Jay letérdelt, hogy közelebb legyen a növényzetbe szorult férfihoz. Akkor adjam oda? kérdezte. Ne, csak keress egy éles követ, felelte Hilc, és amennyire tudott, megpróbált ellazulni mind a börtönében. Addig én elleszek itt valahogy. Hallgatta a kesiri motoszkálását, és némán átkozta magát az őrült terve miatt. Évszázadok óta egyetlen élőlélek sem közelítette meg a hegyi templomot, csak ő. Egy hatvan éves levéltáros, és a kesiri segédje. Ráadásul pont akkor, amikor az önmaguk ellen fellázadó emberek lángba borították a kesta minden települését. Hilc megrázta a fejét, és megpróbált nem törődni a mozdulat újabb karcolásokkal. Őrültnek érezte magát, amiért egyáltalán elindult erre az útra. Maga az utazás is őrjítő volt, Hills először visszament a múzeumba a fővárosban, ahol többek között az Omen templomának térképéből is tartottak egy másolatot. Csak hogy a fosztogatók szétverték a helyet, elégettek minden pergamely foszlányt, amit csak találtak, és összetörtek mindent, amit törékenynek bizonyult. A szétzúzott homok csövek láttán Jay elsírta magát. Hills felkészült a látványra. Az önpusztító rombolás azóta tartott, amióta törzs felfedezte őseinek eredetét. Mert hogy a kes nem veszteglő hódítóknak adott otthont, hanem idegenek rabszolgáinak. Az utcákon heverő emberi tetemek nem érdekelték, a szitek nem tartottak érdekesnek egy-egy életet, csak a faj egészét. Az omen katasztrófájának túlélői kevesen voltak, és meg megteremtették maguknak a gyarapodás feltételeit, de ezúttal számos nemzedéknyi utód veszett el, alig egy hét alatt. Felgyógyulhatunk még ebből valaha? A megoldást a tiltott templom őrizte, csak hogy Hilcnek előbb el kellett jutni odáig. Ehhez elsősorban el kellett kerülnie az őrjöngve a saját fajtáját gyilkoló szítbandákat, és emiatt hozta magával a segédjét. A valaha az embereknek hódoló kesiri családok most rettegtek mindenkitől, akinek nem lila volt a bőre, és egy a közismerten Sally J. Bult társaságában utazó szít nem lehetett tomboló őrült. Nappal behúzódtak a kesirik kunyhóiba, és éjjel haladtak tovább nyugat felé. Az út hosszú volt, de szükséges. A templom a Takara hegységben állt, a kontinenssel párhuzamosan futó, hosszú fél sziget északi csúcsán. Egy uvakkal csak egy ugrás lett volna csak hogy Hills semmi pénzért nem ült volna fel egy repülőbesti a hátára. A hosszú úton délnek indultak, mielőtt széles hívben rákanyarodtak az ellenséges területre. Itt már nem találtak sem menedéket, sem élelmet. Hilc egyébként is alig evett valamit, amióta megkezdődtek a lázongások. Végül megérkeztek a barikád lábához, ahol Nida Korsin követői hatalmas gránit tömböket ékeltek a keskeny hágóba, mert meg akarták akadályozni, hogy bárki gyalog eljuthasson a hegyi menedékhez. Minden egyes kötőm tíz méter magas volt, és az egész úgy nézett ki, mint egy lépcső az isteneknek. Mindenképpen erős és látványos akadályt képezett. Valamikor az évszázadok során szívos növényzet vert gyökeret a gránit repedéseiben, így az indák mégiscsak nyújtottak egyfajta felvezető utat vagy legalábbis módot arra, hogy fejjel lefelé lógj, amíg bele nem halsz a vértulásba, gondolta Hilc. Felnézett. Hol a fenében lehet az a francos keséri? Fény villant az égen. A fáradt szempár a forrását kutatta. Tükörfény csillanhatott? De miről? Így hallotta Jay hangját, Rögtön a következő pillanatban Hiltz erőteljes rántást érzett, és a lábánál fogva emelkedni kezdett. J! Mit művelsz? a kesiri nyögve húzta a vékony ujjaival összemarkolt indákat. A tömtetejénél Hiltz megkapaszkodott a peremben, és felmászott, azután rászánta az időt, hogy kifújja magát. A hátára fordulva pihent, közben J. megmutatta a lyukak sorozatát, amelyet a kötömbök oldalában talált. Valami ősi állványzat helye lehetett, de mindegyik elég nagy volt ahhoz, hogy a kesiri lába elférjen benne. Így a kerekképi törékeny matematikus kétámaszthatta magát, amíg felfelé húzta a gazdáját. Ez, ez volt az utolsó sor, zihálta Jay, miközben egy szövet darabba csavarta vérző kezét. Mögöttük egy szerény kapaszkodó után ösvény nyílt a sziklák között. Ösvény, amely egyenesen a hegyi menedékhez és a templomhoz vezetett. Csak hogy Hilc magasabbra nézett. Nézd, mondta segédjének, és kelet felé mutatott. Egy juvak csapkodott ott a szárnyaival, és szíles ívben a templom felé kanyarodott. A figyelő hunyorogva nézte, és egy lovas alakját látta az állat hátán. Ismét megcsillant valami, a fényben szegény bolygón ez általában egy fénykard markolatát jelentette. Hílc összevont szemöldökkel pillantott a templom felé. Jobb, ha megyünk, mondta, és felállt, lerángatta magáról az indákat. Megújult el szántsággal indult az ösvény felé, és egyenesen belelépett az egyik lyukba. Figyelő! A hideg megsebezte az arcát, és Hilc csak ennyit tudott kinyögni. Úgy döntöttem, hogy jobb lenne előbb pihenni itt egy kicsit. J. nem ellenkezett. Neked kell befejezned a törzs leköltöztetését a hegyről. Mostantól kezdve, egy ideig a sorsunk, hogy a kontinens élő részén uralkodjunk. Jarukorszín így utasította lányát a végrendeletében, aki teljesítette apja parancsait. Követték és tisztelték őt egy olyan nép uralkodóját, amely senkit és semmit sem tisztelt. Hills. Ezen tűnődött, miközben a sziklás ösvényről belépett a menedék szélsöpörte kövekkel kirakott területére. A szitek mindig lecsaptak minden lehetőségre, ami előnyt jelentett a visszájaitban. De ide egyikük sem tért vissza. Legalábbis a figyelő tudomása szerint tiszteletben tartották a hely szentségét. Vagy babonások voltak. De Hills szerint inkább csak tudták, mennyire hiába való lenne visszajönni. Nem reméltek olyan előnyt a helytől, amit Korszín és az Omen eredeti személyzete még nem használt ki. Ám a figyelőnek ez lett a küldetése. Kilométerekkel arrébb, a kontinens egy másik részén, a civilizációja megpróbálta kivégezni önmagát. A húsz egymással viszálykodó párt már rég lerombolta a szitállamrendet, de közös és alacsony származásuk napfényre kerülésekor minden ember kétségbe esett és végképp magára maradt. A szit csontjai évezredeken keresztül messzesedtek, de ez túlélhető betegségnek bizonyult. Az öncsonkítás viszont halálos lehet. Hilc azon tűnődött, mit találhat oda fent, amit más még nem talált meg. Megpillantotta az uralkodói rezidenciát két oldalról közrefogó tornyokat. Egyértelműen a a vezette oda, de talán mégsem csak egy őrült álmot kergetett. Mindenki más fegyvert keresett volna a hegyi vagy egy gépezetet a csillagok közül lehozott ősi technológiát. Ellenben a figyelő egy üzenetet keresett. Valamit, amire Korszín csak utalt, amikor a halál közelettekor felvette a végrendeletét egy szerkezettel. Valamit, ami visszavezethette a törzset az igaz ösvényre. Korszín szavai szerint az igazi hatalom a trón mögött rejlik. Ha bármilyen katasztrófa sújt le, emlékezz erre. Jay féléken lépett a szent hely déli teraszára. Két oldalt omladozó épületek álltak. A szél, a nap és az elhanyagoltság lassan lerontotta az állapotukat. Nagyobb, mint képzeltem, suttogta a kesiri áhítatosan. És ez így is van jól, válaszolta Hilc. Maga biztosan elindult, még sajgó bokájával sem törődött. Tudom, hol vagyunk. Valóban tudta. Nem voltak nála a térképek, de mit számított ez, ha előtte évekig tanulmányozta őket? A szitek történetének megfigyelőjeként az volt a dolga, hogy emlékezzen erre az alsó teraszra, ahol a kiszolgáló személyzet lakott. Éjszakra az uvakistálók mellett vezetett fel a lépcsősor a középső teraszra, ahol a tér a fiatalok szállásai, a raktárépületek és a gondozóház kapott helyet. A következő lépcsősor a nyitott oszlopcsarnokba vezetett, ahol Jaruk a nyilvános meghallgatásokat tartotta. Azon túl hevert az árt, négyszögletes főudvar, amelyet nyugatról az uralkodói rezidencia, keletről az őrtorony és az őrház, illetve északról a templom kupolás épülete határolt. Ez utóbbinak képezte részét a kegyhely, amelyet az omen köré építettek, hogy védelmezze a sérült csillaghajót. Az omen közelségének gondolata ismét új erőt adott Hilc lépéseinek. Fájós lába ellenére arcizma sem rezdült, amikor a középső teraszra vezető lépcsőkhöz ért, pedig messziről nézve úgy látszott, hogy az építők szerettek sokat mászni. Persze, de inkább a ranglétrán gondolta a figyelő. Gyerünk, fiam, szólt hátra a segédjének. Tartsd a lépést! Nemrég lelte halálát, egyetlen gyors. Minden kecsességtől mentes vágással elmetszették a torkát, és az uvaknak vége volt. Hilc érdeklődve nézett végig a déli napon száradó büdös bestián. Csak az az állat lehetett, amelyet látott megérkezni kelet felől, és ott tölték le a terasz kellős közepén. Úgy sejtem, az istálók nem tetszett a látogatónak, jegyezte meg a figyelő. Jay összehúzta magát mögötte. Nem, 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 akarja a fegyvert? kérdezte már remegve. körül körülnézett, közben az erőt fürkészte. Valaki vagy valami volt a közelben. De igen, válaszolta. Add ide! A kesiri beletúrt a kis hátizsákba, és elővette a talált markolatot. Figyelőként Hilcnek nem volt saját fegyvere, de tavból kifelé tartva elvette egy halottól, abból a megfontolásból, hogy ki tudja, mikor lehet szüksége rá. Tudja, hogyan kell használni? kérdezte Jay. Persze, ha ellenséggel találkozunk, intézd úgy, hogy közvetlenül elébem álljon, és akkor bekapcsolom. A tréfálkozás nem csillapította a nyugtalanságokat. Hilc nem csak gyakorlatlan karforgatónak számított, de az erőt sem tudta volna védekezésre használni. Gyerekkorában megkapta ugyanazt a képzést, amit a többi szít, de gyakorlatilag semmire sem használta évtizedekig, azon kívül, hogy egyszer a vízvezeték hálózat egy része majdnem nem rázuhant, és ő megpróbálta eltéríteni a feléje hulló kődarabokat. Ugyanakkor a rossz előérzetet még gyakorlat nélkül is felismerte, mi több, ami a teraszon állva érezett, annak forrását is tudta. A gondozóban van, mondta elgondolkodva. A segédjéhez fordult, és így szólt. Maradj kint. Ha úgy hallod, hogy baj van, akkor fuss el, és soha többé ne tér vissza. A tavban álló palotában nem állt szobor de a kórház homlokzatára faragott domborművet nem lehetett nem felismerni. Jaru korszín feleségeként Silla volt a törzs anyja, ám a törzs megalapítása előtt divor korszín felesége volt, és árulót nevelt a fiából. Hiltz még sohasem látta a nő képét, de a márványba vésett tökéletes alakot, szép arcot és befont hajat, mintha csak az utóbbi napokban mintázták volna meg egy másik nőről. Iliána Merkó, kiáltott be az idős férfi, miközben átlépte a gondozó és betegház küszöbét. Hiltz, figyelő vagyok. Tudom, hogy itt van. Azt hiszem, beszélnünk kellene. Második fejezet. Iliána... Iliana Hilc eltátotta a száját, amikor meglátta az alakot az árnyak között. Az elmúlt két hét mindenkit megviselt, Kest a kontinensén, de Síla nővérének vezetője szinte felismerhetetlenül megváltozott. Iliana egy hideg, egykor raktárnak használt helyiség sarkában kuporgott, és egy koponyát simogatott. Halkan zokogott, észre sem vette a belépő férfit. Hilc nyugtalanul nézett ki a külső helyiségbe, ahol a márványműtő asztalok sorai álltak, azután lepillantott a kezében tartott fénykardra. Felakasztotta a markolatot az övére. Iliana Merkó az egyik párt veszélyes vezetője volt, de a figyelő egy egészen más alakot látott maga előtt. Valaha fényes és gondosan befont haja elkoszolódott és összekócolódott. Hibátlan bőrét, mocsok és vérkeveréke borította. Ám ami a leginkább megdöbbentette a férfit, arról sohasem képzelte, hogy Iliana arcán láthatja egyszer. A valaha haraggal telt szempárból könnyek csorogtak. Itt halt meg, motyogta a nő. Tétován felemelt a koponyát. Egyedül. Hilc lenézett a padlóra. A hideg sötétségben egy csontvázat pillantott meg, összeroskadva a sarokban. Hirtelen rádöbbent kinek a tetemét láthatja. Honnan tudja, hogy sila volt az? kérdezte. Tudom, suttogta Iliana. Kinyitotta egyik kesztyűs kezét, és odamutatta a tenyerét, amelyen a korszín család pecsét gyűrűje hevert. Tapani eljegyzési gyűrű volt. Itt hagyták, mondta Hilc. Letérdelt, hogy megnézze a csontvázat. A combcsontok sértetlennek tűntek, de alattuk csak szilánkos végek meredeztek. Egyáltalán nem az időművének tűnt, és a közelben heverő mankó tett helyére tenni a történelmet. A figyelő tudta, hogy Síla árulása lelepleződött, és Nida Korszín megtorolta az anyja bűnét. Csak az hiányzott a feljegyzésekből, hogy mi lett a sorsa, számüzetés vagy halál. Így már a tilalomnak és a torlasznak is volt értelme. Bentartotta a megnyomorodott sílát. Száműzték, tette hozzá a férfi halkan. Elárulták, kiáltott fel Iliana dühösen. Ennél jobbat érdemelt, akkor is halott lenne, ha máshogy emlékeznénk rá, válaszolta Hilc. Amikor a nő óvatosan letette a koponyát, a figyelő felállt, és elővigyázatosan hátrébb lépett. Egyedül jött, mondta. Mi történt? Síla nővéreivel? Fejezte be a kérdést Iliana. A falat nézte, amíg teljesen összeszedte magát. Amikor a pártok egymásnak estek, keményen küzdöttünk, Azután ugyanúgy szétkullottunk, mint a többiek. Megrázta a fejét, és a férfira nézett. Aranybarna szeme kivörösödött a sírástól. Nem volt kit, vagy mit követni. Síla is rabszolgának született. Gyanítom, így lehetett. Tudom, vágta rá a nő dühösen, ökölbeszorított a kesztyűs kezét. Még gyerekkoromban volt egy, egy erőlátomásom Síláról. Arra kért, hogy bosszuljam meg. Hilcnek eszébe jutott a dombormű az épület homlokzatán. Akkor hát innen tudta, hogy hogy volt a síla a haját, jegyezte meg. Csak azt nem mondtam el soha senkinek, hogy mit csinált síla a látomásraban, folytatta Iliána. Ott volt ez a szörnyeteg, ez a vörös szörnyeteg. Úgy nézett ki, mint Ravilan az üzenetben. Síla a, a lábát mosta. Az utolsó szónál a nő oda csapott az erővel az értékes csontoknak, amelyek maga tehetetlenül repültek szét a sarokból. Azt, azt a büdös undorító lábát. Hiltz bólintott. Ha ilyet kellett volna tennie, ő is kinyúlt volna akaratával a síron túról, hogy bosszúra késztessen valakit a nevében. Iliána a férfi felé lépett, de nem támadott rá, csak félretolta, hogy kitrappoljon a mellette a külső helyiségbe. Úgy tűnik, más nővéreknek is ugyanez a látomása volt, mondta, és letörölte a szeméről a pillákon csüngő köncseppeket. Amint ez kiderült, már nem maradhattunk együtt. A nő megállt a márványt asztalok között. Egyetlen szemvillantásnyi idő alatt a kezébe kapta a fénykardját. Van valaki odakint, csattant fel, az ajtóra meredve. Itt vannak. Hilc kisietett, hogy közbelépjen. Semmi gond, velem van, nyugtatta Iliánát. Ki kiáltotta segédjének, mire Jay óvatosan beoldalgott. A nő leeresztette a fénykardját, és a szemét forgatta. A számolós? Ez a világ tényleg megérett a pusztulásra. Kell valami, amiről gondoskodhatom, válaszolta Hiltz. Amúgy is ez a dolgom. A nő és Jay közé állt, úgy kérdezte. De mit értett az alatt, hogy itt vannak? Engem keresnek. Kik? Mindenki. Bent adok orszín az ötven hetek maradéka, még azok az őrültek is az arany végzetből. És mindenki más, aki még megmaradt, mindenki ki akarja egyenlíteni a számlát, mielőtt bevégzi. Követték? Meg fognak találni, felelt egy diána. Megsebesítettem közülük néhányat, mielőtt eljöttem. Amikor utoljára láttak, nyugatnak tartottam, és semmi sincs nyugatabbra a menedéknél. Hiltz vállon ragadta a segédjét, és megfordította. Az ajtó felé lökdöste, közben sürgetni kezdte. Nem sok időnk maradt, kövessen, szólt hátra a nőnek. Útközben elmagyarázom. A magas asszony dacosan merett rá. Miért követném bárhová is? kérdezte. Nem vagyok a kis szolgája. Mert segítségre lehet szükségünk, hogy megtaláljuk, amit keresünk, válaszolta a figyelő komoran és mert egyébként is zsák került, maga mondta, intett a kiárat felé. Egyébként pedig van egy tervem. Iliána mély levegőt vett, és elindult a két férfi után. Biztos vagyok benne, hogy az a terv valami ostobaság lesz, mormonta elég hangosan, hogy a többiek is hallják. Magában aztán van mit utálni, jegyezte meg Hiltz. Így született? A nő megtorpant, féloldalasan rámosolygott a figyelőre. Síla szellemiségében fejlesztettem ki ezt magamban, válaszolta. Hilds meg akarta kérdezni, hogy arról beszél le, akinek a koponyáját az imént csókolgatta, azután összetörte a csontjait a falon, de inkább csak önelégülten elvigyorodott. Iliána bálványozta sílát, ami sokat elmondott a jelleméről. Az idős férfi sohasem bízott volna meg benne. Persze egyetlen szitben sem lehetett megbízni. Ám bár kezdte megérteni őket. Menjünk fel a kapuhoz, mondta. Legalább látunk valamit, amit élőszit még nem láthatott. Hilc a nőt nézte, aki végig simított ujjaival a sötét fém körvonalain. Mégiscsak létezett valami, ami lenyűgözte Iliánát. A végzet hajója. Csodálatos, mondta a nő. A hatalmas csillaghajó elterpeszkedve hevert a templom boltozatos mennyezete alatt, a J-által hozott tízzorúdak lágyan világították meg a felületét. A feljegyzések szerint az omen egy landvarokra hasonlított, azaz egy ősi szit fegyver alakjára, csak hogy a kesen még soha senki sem látott lanvarokot. A hajót sem látták évszázadok óta. Az alapítók mindentőlük telhetőt megtettek, hogy megvédjék az állapot romlástól csak jól illeszkedő csiszolt köveket használtak, és egyetlen egy bejáratot hagytak, a járművet mégis vastag pórétek fette. Szakértelem nélkül is könnyen meg lehetett állapítani, hogy az omen borzasztó állapotban van. Ütött-kopott burkolata helyenként felhasadt, és elképezelhetetlennek tűnt, hogy valaha is a csillagok között szárnyalt, sőt, védelmet nyújtott a benne lévőknek. A külsejéről hiányzó lemezek helyén látszott, hogy vaskos rétegek szolgálták a személyzet biztonságát. És mennyi fém? Közel két évezrede senki sem láthatott ennyit egy helyen. Elképzelni sem lehetett, pedig a kessen használatban lévő kevés fémtárgy is az omen darabjaiból készült, amelyek a kényszerre leszálláskor szóródtak szét a hegyen. Micsoda csapás lehetett, gondolta Hiltz, miközben ámulva nézte a sérüléseket a hatalmas járművön. Csodának tűnt, hogy a hajó és a hegy is túlélte. Iliana lépett be először, és a figyelő nem is próbálta meg maga mögé utasítani. Sőt, megelégedett azzal, hogy az írózó uddala a kezében követi a nőt. A kiskesiri ilyetten reszketett a templom márványpadlóján. Hiltz intett neki, hogy kövesse, Szentségtörés ide jönni, hebegte Jay. vagyok, nem lenne szabad. Felejtsd el, szakította félbe Hills. Több fényre van szükségünk. Mire rávette a segédjét, hogy kövesse, Iliánát már csak a hajó előső részében érték utól. Itt ugyanúgy a katasztrófa nyomai uralkodtak, mint mindenhol máshol. A mennyezet behorpadt és megsüllyedt. Az ablakok kirobbantak. A kifelé hajló tartó elemek láttán Hilc eltűnődött, hogy mi üthette ki az üvegtáblát ilyen erővel. Fogalma sem volt a válaszról. Arra sem volt ötlete, hogy mi micsoda. Egészben maradt sima felszínű panelek váltakoztak, darabokra töröttekkel. Az utóbbiak alól előbújtak a hajó megégett drótszerű zsigerei. A figyelő megnézte az egyiket, azután a másikat. Felismerte a szitbetűket, de a szavak semmit sem jelentettek számára. Telemetria, hiperűr, astrogáció. szavaknak tűntek. A törzs tudósai megpróbálták életben tartani az űrutazással kapcsolatos tudást, de ez ugyanúgy elhomályosult az évszázadok során, mint minden más. Iliana újra meg újra megbabrált egyik vagy másik panelt, mintha abban reménykedett volna, hogyha erősebben nyomkodja a gombokat, azzal életre keltheti a hajót. Már is kiútat keres a bolygóról, gondolta Hiltz. Akár csak az alapítók. A nő végül ököllel rácsapott az egyik panelre, el is törte. Semmi sem működik, mondta Vicsorokba. Tévedés válaszolta a figyelő. Egy valami még működik, a parancsnoki híd hátsó részén térdelt, és áhítatosan merett egy lágyfénnyel ízó képernyőre. Szítszámok sorai jelentek meg a képen. Felvillantak és elhalványodtak. Harmóniában a másodpercek múlásával. A kesiri matematikus imádott homokcsövei ennek a szerkezetnek a működését utánozták. Jay élőben láthatta az omen időkijelzőjét. Tényleg működik, suttogta Iliana döbbenten hílcválat vont. A járműben mindenhez kellett valamilyen energia. Talán az időmérő eszköz nem használt annyit, hogy kimerítse a tartalékait. A figyelő odament hipnotizált segédjéhez, és a vállára tette a kezét. Nagy nap ez a mai, ugye? kérdezte. A kesiri kinyitotta a száját, de nem bírt megszólalni. Végül száraz, reket hangon így válaszolt. Igen. A homokcsövek nyolc napot késtek, ahogyan az elméletem Hiltz meghatottan nézett a szolgájára. Szép munka volt, Jay, dicsérte meg. Igazán lenyűgöző. Egész életükben nagyon fontos kérdésekkel foglalkoztak, miközben tudták, hogy talán sohasem kaphatnak bizonyítékot a megoldásaikra. Végül Jay számításai beigazolódtak. A figyelő különösnek találta ezt az egészet. Nem tűnt helyesnek, hogy Szit és Kesiri ugyanazért a célért küzdjön, ráadásul az utóbbi kapja meg az előbbi vála előbb a választ. Az embert hirtelen elfogta az irigység, és el kellett fordulnia. A helyiség közepét nézte, ő nem találta meg, amit keresett. Itt volt az a parancsnoki ülés, amit meg akar találni? kérdezte Iliana egy csupasz felületre mutatva. Mindig is tudtam, hogy nem lesz az omen belsejében, felelte Hilc, közelebb menve az elemelvényhez. Csak arra gondoltam, körül akar nézni idebent. A kesiri festményekről egyértelműen kiderült, hogy Korszín kivitette a kapitányi ülést, és trónnak használta, amikor a kirelmezőket fogadta az oszlopcsarnokban. Csak hogy már ott sem volt, és a hajóba sem került vissza. Iliana zavarodottnak tűnt. Nem értem, mondta. Miért költöztetett le Korszín mindenkit tapba, volt egy ilyen hajója. Még megereszkedett vállával is hísz fölé magasodott, amikor odaállt mellé. Lehet, hogy az ő nemzedékük még el tud, nem tudta megjavítani, de miért hagyták abba a munkát és mentek el. Igazán volt, amikor bolondnak tartottam korszint. Azt akarta, hogy a törzs az itteni életének szentelje magát válaszolta a figyelő. Mindenkinél jobban tudta, hogy milyen állapotban van a hajó. Nem tudtak volna elmenni vele. Látta a templomot. Az Omen nem is szállhat fel, csak ha teljesen szétszednék a falakat és a mennyezetet. Felépítették a hajó köré ezt a meredéket. Oda ment az ablakok helyén, tátongójukhoz, és kinézett a kőfalakra. Ez nem olyan, mint egy istáló mondta. Inkább tűnik kriptának. Jól emlékezett az uralkodó arcára a felvételről és elképzelte, amint Korszín összefoglalja a stratégiáját. Nyilvánvalóan azt akarta, hogy az épület megvédje a hajót az ele elemektől, és a többiek egyet értettek vele. Ám, amint mások, Ravilan népe már nem jelentett a kadályt, Korszín egyre inkább a kes uralma felé fordította a túlélők figyelmét. Ez volt a legtöbb, amit remélhetett. Azzal... Hogy leköltöztek a hegyről, és lezárták a felvezető utat. Véget vetettek a kísértésnek. Egészen idáig Hilc mozgást látott. Van kint valaki. Lebukott a törött ablak keret mögé. Odakint fények vetettek hosszú árnyékot az íves falakra, mire Iliana a padlóra lökte a kesirit matematikust, és előre rohanva maga is lehúzódott a figyelő mellé. Mindketten óvatosan kukucskáltak ki, Izorudakat tartó alakok léptek be a templomba. Hilc nyolc föl számlált, de ennél több hangot hallott. Ott volt köztük a termetéről, kopasságáról és hangjáról is jól felismerhető adó, a korsziniták vezetője, ám bár az elmúlt hét őt is megviselte. A harcok során elveszítette a bal kezét. A kíséretéből hárman az arany végzett valaha ragyogó egyenruháját viselték, amely már elveszítette a fényét. Ők a törzs űrbeli eredetében hittek, és az egyikük nagyon ismerősnek tűnt. Azt ott ismerem, sutta Hilca nőnek, és egy fiatal szőke harcosra mutatott. Edelvraj valaha a múzeum rendszeres látogatói közé tartozott. Lenyűgözte a korszínkora beleépítészet és az omen legendája, amelyről órákig kérdezősködött. Boldognak kellett volna lennie, amikor teljes életnagyságban megpillantotta a hajót, de a férfi arcán csak komorfintól fintor ült. Émeit, mondta bentadónak. Ez, ez, a dolog itt nem más, mint egy tároló, amelyben az a rém a vagyontárgyait tartotta. E szavak hallatán Hiltz majdnem felpattant, hogy válaszoljon, de Iliana visszarántotta maga mellé. Tovább hallgatták, ahogy a kintiek megpróbálják kifejezni, és a hajon kitölteni a csalódottságukból származó haragjukat. Vagy inkább odadobta a férgeknek, szólalt meg egy másik hang. Ezzel kezdődött a népünk bebörtönzése, tette hozzá bentadó. Valóban ómen, előjel, de a kétségbe első ejtő fajtából. Igazad van vágta rá edel. Szavai visszhangot vertek a hatalmas csarnokban. El kell pusztítanunk! Hilsz és Iliana kábultan nézett egymásra. Kintről egyetértő kiáltások hallatszottak, olyan emberektől, akik máskor semmiben sem tudtak megegyezni. Így van, dörgött bent a doméi hangja. Meg kell mutatnunk, hogy még tudunk dacolni. A népünknek bevégeztetett, de legalább úgy távozunk, hogy ököllel csapunk a sors képébe. Azt is tudom, hogyan vetette, vette át a szót ismét Edel. Most utoljára kell együttműködünk, és sikerrel fogunk járni. A figyelő rémülten hallgatta a lépések zaját, azután rájött, hogy kifelé tartanak. Azt hitte, hogy hozzájuk hasonlóan felmennek az omen fedélzetére, de valami másra készültek. Hiltz arra gyanakodott, hogy teljesen elment az eszük. Nyilvánvalóan, gondolta. Nem tudnak elpusztítani valamit, ami ekkora, suttogta Iliana. A hangja rekettes volt. Nincsenek már robbanó anyagaink. Mit akarnak ezek? Feldarabolják fénykarddal? Hilt sem tudta a választ, de abban biztos volt, hogy komolyan kell venniük az elhangzott szavakat. Találnak rá módot, mondta, teljes meggyőződéssel. Felállt és karon fogta a nőt. Siessünk, meg kell találnunk korszín örökségét, mielőtt túl késő lenne. Harmadik fejezet Miközben a kupolás épület egyik keskeny ablakán keresztül a társaságot nézte, Hilc rájött, hogy Edel már gondolkodott egy ideje a tervén. A templom felső részéről jól rá lehetett látni a négyszögletű főtérre, és az idős férfi csodálkozva figyelte a lenti tevékenységet. Miközben a nap lenyugodott a végtelennek tűnő nyugati óceán mögött, odalent a szitharcosok megállás nélkül dolgoztak. Legalább harmincan voltak, és sokan a különböző pártok öltözékeit viselték, de már senki sem foglalkozott az egyenruhákkal és a megkülönböztetéssel. Miközben a figyelő és két társa az alkalomra várt, hogy észrevétlenül elhagyhassa az helyét, újabb emberek érkeztek, és mind segítettek a terv kivitelezésében. Harcosok másztak fel a magas tört őrtoronyra, és köteleket kötöttek a támasztékokra. A torony építészeti csodának számított a kesen. Karcsúsága ellenére széles őrállásnak adott helyet a magasban, és úgy tűnt, nem lesz nehéz ledönteni. Hilc már azt is látta, hova akarták dönteni. Edel lent át a téren, onnan irányította a harcosokat, hogy hova helyezkedjenek az uvakjaikkal ha a lenti és a levegőben lévő állatok egyszerre húzzák meg a köteleket, rádönthették az őrtornyot, őrtorony kiszélesedő tetejét az űrhajót őrző tetem, terem kupolájára. Annak idején jól megépítették, jegyezte meg Iliana. Beszakadhat ennyitől? Feltörik, mint az uvak tojás a kalapácsütéstől, mormolta Hilc. Ismerte Edelt. A fiatal férfi élénk volt, de megfontolt is egyben. Ismerte a klasszikus építészetet, és az imént közelről is megnézhette az omen kegyhelyét. A hajót nem robbanthatják fel, de minden bizonyjal be befogják temetni. Már így is el van temetve Morta, nő megvetően. A figyelő nem válaszolt, csak megrázta a fejét, és nézte a jelenetet. Sokan voltak kint, és mind összedolgoztak, hogy elérjék a közös céljukat. Az 57 hetek erejének vezetője néra is felbukkant. Roppant izmaival segítséget nyújtott a munkában. Azok mellette nem a nővérei? kérdezte Hills. Már hunyorognia kellett az alkonyi félhomály miatt. Nem maga vezeti őket? Már nem követik a parancsait? Nem látta, mi megy manapság? Már senki sem követ senkit, felelte Iliána egy válvonás kíséretében. Persze, most összedolgoznak. Az embereknek kell a közös cél. Hiltz pistlogva tűnődött a szavakon. Ebben az egységben reménykedett, de nem annak kellett volna összekovácsolni a sziteket, hogy minden reményt összezúzzanak. Iliánára nézett, és így szólt. Életben maradhatna, csak csatlakoznia kellene. Nem valószínű, hogy hagynák. Maga szerint mi történt bent adó kezével? Mögöttük hangos kattanás hallatszott. Az előtérből jött. Figyelő! szólalt meg odakint a kis segéd. Sikerült kinyitnom a zárat. A rotondába vezető hatalmas belső ajtó nyögve ébredt fel, több mint másfél ezer éves álmából. Kicsi újjak, jegyezte meg Hilc. Azért mégiscsak nagy segítség lehet, ha valaki, itt, valaki követi az embert. Jay megvárta, míg a gazdája és Iliana belép, és kezében egy izzorúddal követte őket. Míg a kinti teremben egy hatalmas űrhajó hevert, addig ebben a kis, körkörös szobában csupán egy szék állt, egy parástartó mögött. A figyelő mohon lépett közelebb, hogy szemügyre vegye a tárgyat a gyenge fényben. Megtalálták a parancsnoki ülést, az első uralkodó trónját. Hilts megállt mellette és körülnézett. Különös helyen állt, egyedül a templom legfelső kis szobájában, amely így elég nagy volt, hogy egyetlen izzórúd ne tudja bevilágítani. Lehet még valami odafent? kérdezte a figyelő. Mindjárt kiderült, válaszolta Iliána, azzal megragadta Jay vállát és letépte a felsőt a meglepett matematikusról. Minden további szó nélkül összegyűrte a szövetet, és beleptopta a parástartóba, azután egy odarögzített kovaköves eszköz segítségével meggyújtotta. Hamarosan füst szállt fel a mennyezeten kialakított szellőzőrések felé. J. fázosan törgöl, törzsölgette a karját. Megláthatják a füstöt, mondta ilyetten. Nem érdekel, válaszolta a nő. Már úgy is csak harcárán juthatok ki. Hilc a segédjére nézett és vállat vont. Oda fent meglepően hideg volt. Csak maradj a tűz közelében, javasolta a kesirinek, azután ismét felpillantott. Egy pillanatra azt hitte, hogy a csillagokat látja. Azután rájött, hogy valójában nem az igaziakat. Planetárium, mormolta meglepetten. A körkörös helyiség mennyezetébe vörös köveket illesztettek, amelyek meleg izzással tükrözték vissza a tűzfényét. Alakzataikban Hilc felismerte a kesnyári jegének csillagképeit, de talált olyan köveket is, amelyek ismeretlen csillagokat jelképeztek. Azok ott kristályok? kérdezte Iliana. Hilc felnevetett. Végül is a kő elég nagy mennyiségben állt az Omer személyzetének rendelkezésére. Ismét a trónhoz a csillaghajó parancsnoki hígyának hiányzó darabjához fordult. Nem volt nehéz elképzelni Jaruk orszint, amint benne ül, éjjelente és azon tűnődik, hogyan térhetne vissza népe a csillagok közé. A figyelő elhessegette a gondolatot, és inkább felidézte az uralkodó mondatát a végrendeletből. Mi rejtőzhetett a trón mögött? Nem látott ott mást, csak az üres falat? Talán a csillagtérkép rejtette a megoldást? Az felette volt, és nem mögötte. Iliánát láthatóan nem nyűgözte le a kövekből kirakott csillagos ég, és valószínűleg más sem, mert elhelyezkedett a parancsnak ülésben, csizmás lábát feltette a kartámaszra. – Csak úgy ott fog ülni? – kérdezte Hills döbbenten. – Nem fogok, már ott ülök – válaszolta a nő, és unalbában lecsatolta a fénykardját, dobálni kezdte egyik kezéből a másikba. – Azok ott kint vagy ránk omlasztják a templomot, vagy bejönnek és megtalálnak. – Ha várnom kell, legalább ülve várjak. – Ahogy gondolja. – Tudja, ez a szoba elég haszontalan – jegyezte meg Iliána, az ujjait ropogtatva. Az ég csak az év egy részében ilyen. Hills bólintott. Valóban inkább dísznek tűnt, mint sem bármi haszna lett volna. Még mindig az ülésen és korszín végrendeletén tűnődött. Van egy kése? kérdezte. Persze felelte Iliána, és az erő segítségével előugrasztotta az üvegpengét a csizmájába csatolt hüvelyből. A fegyver megállt a levegőben, megfordult és Hills arca felé fordult. Köszönöm, mondta a férfi, miközben elvette a kést a levegőből. Letérdett az ülés mögé. A trón mögött Hilc óvatosan szinte félve szúrta bele a sikkarhegyét az ülés hátulját borító vastag bőrbe. Az látszott, hogy a kényelem nem volt elsőrendű szempont a szitek hajóján, de az üvegpengének még a parancsnoki ülés szívos burkolata sem állhatott ellen. Óvatosan, hogy ne vágjon többet a kelleténél, a figyelő felmetszett a kárpitot, és kihúzta a pengét. Azután szabad kezével benyúlt a bultor darab belsejébe. Iliána ülve figyelt a céltalannak tűnő halászatot. A kar könnyékig eltűnt az ülés hátuljában. Elég ostobán néz ki, jegyezte meg a nő. Hilc úgy is érezte magát, és már majdnem feladta, amikor a keze elérte a kartámasz magasságát. – Van itt valami – mondta. – Belevarták. Kiúzta a kezét, és most már tudván mire vigyázzon, még jobban felvágta az ürés bőrborítását. A kiszabított öveg csövecske belsejében egyetlen összetekert és átlátszó lapot talált, amely vékonyabb volt, mint a kesirik által készített pergamenek bármelyike. A tűzfénye felé tartva betűk látszottak rajta. – Az meg miféle írás? – kérdezte Iliána. Hirtelen újra feltámadt az érdeklődése. Ősi tapani. A szitek uralma alatt álló emberek nyelve felelte a figyelő. Korszín anyjának a nyelve tette hozzá. Honnan tudja? Tanulmányoztam. És azért említettem Korsin anyját, mert ő írta válaszolt a hílc, és lelökve Iliana lábát a kartámaszról olyan közel vitte az űrpapírt a tűzhöz, amennyire csak merte. a Korszín, olvasta. Korszin apja elhagyta őt divoranyjáért. Tekintete végigfutott a sorokon. Nemrég egy teljes évet töltött el a szöveg tanulmányozásával, amely ezen a nyelven íródott. Lassan, de biztosan megértette a szavakat és a köztük lévő kapcsolatokat. Személyes iratként lett megjelölve, mondta. Egy megbízható futár hozta el Korszinnak, tette hozzá, azután nagyot nyelt és felolvasta. Fiam, tudom, hogy már fáraszt, ha a látomásaimról van szó. Ha úgy teszel, ahogy mindig, akkor úgy sejtem, nem fogod ezt elolvasni, amíg el nem indultál a küldetésedre. Örülök, hogy Nagaszadó ilyen fontos feladattal bízott meg, még ha el is szomorít mindként mindannyiunkat, hogy a sikered egyedül az ő dicsőségét szolgálja. És igen, újabb látomásom volt. Láttam a leszármazottainkat uralkodni egy nagyszerű nép felett. Vörös szitek nélkül. Ez egyszer lesz valami, ami csak a miénk. A megfelelő irányítással új horizont árul fel. Meghódítató helyekre lelhetünk. Jarú. Csak te vagy elég bölcs a népünk vezetéséhez. Divor tönkre fogja tenni magát, és bár választott párjában, sílában érzek erőt, ez nem lesz elég. Egyedül te tudod, hogyan tereld megfelelő mederbe a sokasság törekvéseit. Te képes vagy irányítani, és az előtted álló célnak megfelelően formálni a haragod. Tudom, hogy mindig kitűzöl magad elé egy célt. Légy óvatos! Ha jól vezeted őket, akkor mindig lesz közös cél, amelyért összefoghatnak. Hiltz befejezte az olvasást, és tűnődve bámult a tűzbe. Észre sem vette, hogy J. óvatosan, tisztelet teljesen közelebb lépett mögötte. Figyelő szólította meg a didergőkesiri nézze meg a dátumot is. A lap szélén sorakozó számokra mutatott, Híld karja mellett. Az uralkodó azelőtt kapta ezt, hogy elindult az ennél a, a Fégenhaz. A férfi csak bólintott. Az olvasottakon tűnődött. Biztos volt benne, hogy Korszín senkinek sem akarta megmutatni ezt a szöveget, amíg nadaszad, nagaszadó megbízását teljesítette. Nyilvánvalóan ezért rejtette el. Azután negyed évszázadon keresztül mindig a közelében tartotta. Soha sem mértettem, miből merített erőt, mondta Hilc. Ez csak a lépülőben lévő véntrotty anya elfogulatlan dicsérgető halandzsája, jegyezte meg Iliánát. Maga korszín sem hihetett ebben az ostobaságban. Ó, fogja már be, szólt rá Hilc. Ezek egy bölcsasszony szavai, aki előre látta, mit fogunk itt felépíteni. Ráadásul annak a bizonyítéka, hogy a népünk sorsa nem az örök rabszolgaság volt. Mindig is volt, és most is van jövünk. jövőnk. Hirtelen kihúzta magát, és elindult a kijárat felé. Ha felolvashatnám azoknak odakint, nem fogják meghallgatni, mondta Iliána. Már túl késő. Én biztosan nem hallgatnám meg. A figyelő megtorpant, és összevont szemöldökkel, elgondolkozva nézte a levelet. A nőnek igaza volt. Az érzelmekkel telt üzenet gyógyírt lehetett a léleknek, de a sziteknek közös cél kellett. Mint amilyen egy torony legyő döntése az űrhajó elpusztítása érdekében. Van olyan cél, amiért őszintén küzdene? kérdezte Iliánától, miközben feltekerte a levelet és visszatette a kis tároló csövecskébe. A nő gondolkodás nélkül válaszolt. maga. Hm. Odakint felerősödtek a kiáltások. A harcosoknak feltehetőleg már majdnem sikerült ledönteniük a tornyot. Hílc és társai nem maradhattak bent, és semmiképpen sem maradhattak ott az omen kriptája feletti helyiségben. Várjunk csak, szólalt meg a figyelő. J. már a parástartó mellett is reszketett. – Miért, figyelő? – kérdezte. – Ez az üzenet. Korszín nem erre gondolt, válaszolta Hilc. Iliánára nézett. Emlékezzünk vissza a végrendeletre. Az igazi hatalom a trón mögött rejlik. Nem a trónban, és nem is a mögött, aki beleül. – Ugye nem akarunk szavakon vitatkozni? – kérdezte Iliána, a fejét rázva. Na nem, ne keressünk pontosságot egy haldokló bolond szavaiban. Az a bolond elég okos volt, hogy meghódítson egy bolygót, közben mindenki előtt titokban tartva kiképezte a lányát harcra és az uralkodásra, ellenkezett a figyelő. Lenézett a kezében tartott üzenetre. Ez a levél elég fontos volt Korszinnak, de a végrendeletében nem erre utalt. Ismét felpillantott a mennyezetre, az ismeretlen csillagokra, Semmi sincs a helyén, mormolta. A nő fészkelődni kezdett az ülésben. Ezt meg hogy érti? Ez a hely. Nem hiszem, hogy Korszín itt töltötte volna az idejét. Igaza van, ez a csillagtérkép sem elég gyakorlatias. Inkább csak dísz. Korszín birodalmat épített itt a kesen, és nem a csillagokat bámulta. Mind a mellett, emlékszik még, hogy, hogy nézett ki a felvételen? Úgy tűnt a figyelő, izgatottsága ragadós volt, mert Iliána egyre nagyobb érdeklődéssel figyelt rá. Igen, a vérveszteségbe halt bele. A legenda szerint Korszín odakint a nyugati lejtőn kapott halálos sérülést, és visszatért a trónjához, hogy elkészítse a felvételt a végrendeletéről. Igen, helyes elgyéli. Nem, pont ez a lényeg, ellenkezett Hilc. A felvétel háttér nélkül készült, csak az ülés és korszín volt rajta. Csak azóta hiszik, hogy itt készült a felvétel, mióta megtaláltuk itt a parancsnoki ülést. Csak hogy elég magasan vagyunk, és még maga Jaru korszín sem lett volna képes feljutni ide, egy nyílt melkasi sebbel. Még én is alig bírtam feljönni, pedig sértetlen vagyok. Iliana felállt, és az ülést nézte. Nem értem. Korszín halála után hozták fel ide? Miért? kérdezte azután vállat vont, És hol volt előtte? Hiltz tűnődve méregette a bútor darabot, de a parástartó mellett didergő segédje vékony hangja megzavarta a kialakulóban lévő gondolatmenetét. – Talán van valami az omen alatti helyiségben is? – Alatta, kérdezte csodálkozva a figyelő. – Az omen alatt nincs semmilyen helyiség. A templomot fölébe építették, és oda, ahol a hajó végül megpihent. De hát a hajó egy lejtőre érkezett, és most nem lejtőn fekszik, ellenkezett a kesiri. Alátámasztották kövekkel. Gyorsan kiszámolt valamit az ujjain, mielőtt ismét felnézett és folytatta. A templomba egy nyitott átjáron keresztül léptünk be, a középső terasz 23. lépcsőfokáról. Viszont a hetedik lépcsőfoknál elhaladtunk egy zárt ajtó mellett. A kis matematikus elégedetten tette karba a kezét. Annak az ajtónak egy másik helyiségbe kellett vezetnie az omen alá épített támaszfalak mögött. Következtetett. Megszámolta a lépcsőfokokat, kérdezte Iliána. A szemét forgatta. Megszámolta a lépcsőfokokat, ismételte meg Hilc vigyorogva. A férfi pillanatnyi jókedve gyorsan elpárolgott, amikor a padló enyhén remegni kezdett alatta. Az odakin dolgozó rögtönzött szítszövetség lassan elérte a célját. Mire várunk még? szólt rá a többiekre a figyelő. Menjünk már negyedik fejezet. Közel két évezrede nem jártott senki, de úgy tűnt, hogy a hely korábban sem bőlekedett látogatókban. Az omen végső nyughelyét a kupolával egyértelműen egy helynek tervezték, míg ez az oldalsó helyiség nem a nagy nyilvánosságnak készült. A szűkös folyosóra nem szereltek tartókat az izzorudaknak, és a palota többi átjárójával ellentétben a nyolcszögletű szoba ajtaja határozottan dísztelen volt. Hilc és társai ellopakodtak a téren uralkodó egyre nagyobb zűrzaval mellett, és bementek a katakombákba. Edel tervének kivitelezését egyelőre hátráltatta néhány elszakadt kötél, de csak időkérdése volt, hogy a harcosok előálljanak valamilyen megoldással. A figyelőnek még előttük ki kellett találnia, hogy mire utalt korszín a végrendeletében, amire a vaksötétségben nem sok esélyt látott. Találj még izzorúdakat parancsolta meg segédjének, és Jay kisietett. A náluk levő két izzórúd és a fénykardjaik halvány fényében már megtaláltak a helyiség legfőbb jellegzetességét. Egy domborműtér képet a kontinensről, amelyen a kőbe foglalt lignen kristályok jelölték a településeket akár csak a csillagokat a kupola alatti szobában. Az egyik falban az ajtó állt, amelyen bejöttek, míg a maradék hat falat fa sima felületű kőlapok borították, akkorák, mint kest a térképe. Nem tetszik ez nekem, jegyezte meg Iliána, a fénykardját szorongatva. Zsák utca. Inkább sírbolt, mondta Hilc. Jaruk orszín itt halt meg, érzem. A nő összehúzta a szemöldökét, egy pillanatig összpontosított. Én is érzem, válaszolta. És jó érzés. Hilc nem törődött a megjegyzéssel. A helyiség közepén fél térdre ereszkedett, és fénykardjával megvilágította maga előtt a padlót. Bemaródás, mondta. Négy nyom. Itt tartották Jarukor rónját éjjelente. Felpillantott a térképre. És arra nézett. De miért nem hagyták itt, miután meghalt? Biztosan Nida vitette át, így olyan, mintha a rukorszín a kozmoszon és a vidá visszatérésen elmélkedett volna. Esetleg ütethetett volna néhány ablakot a falakra, a hajón kiürül is, jegyezte meg liána megvetően. A figyelő felállt, és a térképhez ment. Kezdtek összeállni a részletek. Ez a helyiség dolgozó szoba lehetett, ahol Jaruk a törzs irányításának módját tervezte meg. Feltehetőleg csak a legmegbízhatóbb kesírisegédeit segédeit engedte be, hogy kifaragják neki a térképet. Hills megfordult, és hunyorogva nézte a sötétségbe vesző szemközti falakat. Nagy fekete kőlapok borították őket, amelyeket nyilvánvalóan az omen anyagából készített fémszögekkel rögzítettek fel. Az idős férfi el tudta képzelni, hogy az uralkodó ott ült középen, és a törzs jövőjét tervezgette. Ha a kapitány ülése mindig a térkép felé nézett, akkor a trón mögött csak sima kőlapok voltak. Hilc kikapcsolta a fénykardját, és a sötétségbe bámult. Mire utalhatott Korszín? Támadt egy ötlete. Ellépett a térképtől. Kapálózó alak repült be a helyiségbe erőlökéssel indították útnak a folyosóról. Jay kiáltott fel a figyelő, amikor látta, hogy segédje alig egy méterrel a fal előtt ér földet. Odaugrott és megfordította az ernyett testet. A kesiri melkasán sebekéktelenkedtek, fénykarddal vágták őket. Lehet, hogy többel is egyszerre. Bocsásson meg, gazdám, kérte Jay elhaló hangon. Kisköhintések kíséretében szállt ki belőle az élet csak kerestem az izzó rudakat. Hilc kábultan nézett oldalra. Iliana már védekező állásban várta az ellenfeleit. Az omenből látott alakok egyesével rontottak be a helyiségbe. Mindegyikük bekapcsolt fénykardot tartott a kezében. Nocsak, nocsak, szólalt meg bent a dokorszín. A hangjából gúny csepegett. Szóval idefészkelte be magát a nővérek főnöke. Felmutatta meg csonkított balját. Pont téged kerestelek. Nem csak te, a csargotta mögötte néra, akit Edel és az arany végzett több tagja kísért. Nem hagytak menekülési lehetőséget. Eljött a leszámolás ideje. Zárjuk be a toronyba és döntsük le vele együtt, javasolta a bentadó. Nem, ellenkezett egy másik férfi, akit feltehetően szintén a nő csófított el. Inkább kössük ki a kupola tetejére, ahová a torony zuhan, azt leshetitek, fröcsögött Tiliána. Fejezzük be itt és most! Állj! A figyelő kiáltása visszangot vert a falakon, és az öreg magára vonta vele a harcosok figyelmét. Halott segédjét a karjában tartva, ismét felkiáltott. Melyik őtök tette ezt? Nem mindegy, kért ezt a bentadó. Fogai vörösen csillogtak a fénykardok izzásában. Kesiri volt, a puszta jelenléte is megszentségteleníti a helyet. Hogyan? üvöltött fel az öreg, és eleresztette Jay testét, a nagy darab szit elé állt. Olyan dühöt érzett, amilyet ifjó óta nem tapasztalt. A keserik építették ezt a helyet, és megszentségteleníti. Talán ő próbálja lerombolni a templomot? Minden életmentes a szentségtől, jegyezte meg Néra. Szerzett néhány frissebb helyet, mióta utoljára találkoztak ott volt. Látta az idegen gazdáinkat. Jól tudja, hogy az életünk megvetendő. Hilc villogó tekintettel nézett a szembe a társasággal. Edel lépett oda hozzá. Figyelő, szólította meg. Tudom, mit érez ezzel a helyel kapcsolatban, de csak egy koromba tréfa az egész. Mindannyiunkat megtréfáltak vele. Minden hazugság, amit valaha mondtak nekünk a törzsről. De már vége, és többé nincs értelme ragaszkodni az olyan helyekhez, mint ez. Ez is csak egy a felszámolandó dolgok közül. Leromboljuk, azután megyünk a következőhöz. Még nincs vége, morolt, morogta Hills. Még semminek sincs vége. Tévedés, válaszolta Edel hűvös hangon. Már rég túl vagyunk a végén, csak még nem tudunk róla. Mint egy végszóra, a társai előre rontottak. Iliánát támadták, a veszélyesebb célpontot. Az örök történészt egyszerűen csak félrelögték az útból. Hilds elterült a padlón. Tekintete a falra szegezett sima kőlapokra esett, és a tudat valamely bizarr halál közeli tisztaságában ismét eszébe jutott a gondolat, amelyet közvetlenül J. halála előtt próbált megformálni. Miért pocsékolták szegekre az értékes fémet, ha csak rajztáblákat rögzítettek fel velük? Hirtelen rádöbbent a válaszra. Megacélozta a karatát, és az erővel kinyúlt kinyújt a szegek felé, kitépte őket a falból. A szoba a hat falán a nehéz kőlapok egyszerre lazultak meg, leestek és összetörtek a padlón. Hilcnek még arra is jutott ereje, hogy Iliánát elrántsa az erővel az egyik lezuhanó tábla elől. A kőtáblák döngése és recsegő pusztulása a végzet lármájában fort össze, a harcosok döbbenten álltak, eleinte nem értették, hogy mi történik körülöttük. A figyelő kihasználta hirtelen beállt csendet, és a szünetet a káoszban, felkapott egy izzó és közelebb lépett a falhoz. Már sejtette, mit fog látni. A világ többi része tárult elébük. Edelvraj meglepetten nézett a hozzá legközelebb eső falra. Ez meg mi? kérdezte. A kest térképe válaszolta Hilc az izzó rúddal a kezében, közelebb hajolt az egyik domborműhöz. A kesta kontinensét ábrázoló térkép mellett a falak üresen ásítoztak, de a másik négy falon egy másik, jóval nagyobb kontinens domborzata látszott, amelyhez képest eltörpült az általuk ismert világ. A kes másik oldala, a világ többi része. Ilián a levegő után kapkodva ellenkezett. De hát nincs ott más, csak az óceán, Miután lezuhantak, mindent bejártak. Csak ameddig uvak hátról elláttak, és csak oda mehettek el, ahova az uvakok el tudták vinni őket, magyarázta a figyelő. Izgatottan simított végig a térkép egy részén. A másik kontinensen is kristályok elölték a településeket, és jóval több volt belőlük, mint a szitek által ismert területen. Tapani betűkkel is megjelölték őket. Ez volt hát a trón mögött, suttogta Hilc áhítatosan. Azután a többiek felé fordulva hangosan is kimondta. Erre utalt Korsina végrendeletében. A harcosok már szétszélettek a helyiségben, fénykardjuk izzó fényénél tanulmányozták a térkép részleteket. Mik ezek az írások? kérdezte Edel bosszankodva. Itt egész sok van belőlük. Egy pillanat szólt Hilc, és közelebb ment. Sajátos stílusban vésték bele a feliratot a kőbe, és a figyelő azonnal felismerte. Eleget tanulmányozta már az irattárban. Ez korszín kézírása mondta. Mindenki csendben várakozott, amíg az öreg az írás tanulmányozta. Talált néhány új szót, amelyeket úgy értelmezett, hogy a kest és a kesiriket jelentette. Ezeket a fogalmakat az eredeti tapani nyelv még nem ismerte. Korszín találta ki őket az uralkodó nyelvészkedett is sok egyéb mellett. Végül, amennyire pontosan csak tudta, Hilc felolvasta az írást. Nida, ismerned kell ezt a nyelvet a tanulmányaidból, amelyekre köteleztelek, de nem ismerheted a térképet. Senki sem ismeri. Az utolsó adatokon alapul, amelyeket az omen kamerái felvettek, miközben áthaladtunk a kes sötét oldala felett. Találtam egy kamerát működő kijelzővel, és elrejtettem. Hosszú évek alatt faragtattam fel a látottakat a falakra, míg végül a berendezés energiatartalékai kimerültek. Népünk és a kesirik egyformán azt hiszik, hogy a bolygón csak ez az egy kontinens létezik, és a többi csak egyetlen hatalmas óceán. Kesta meghódítása elegendő küldetést adott a sziteknek, de valójában ez csak a kisebbik földrész itt, a térkép egy nagyobb földtömeget mutat a déli féltekén, amely jóval messzebb volna annál, ameddig az uvakok el tudnak repülni, de jóval többen is laknak rajta. És igen, laknak rajta. A kristályok fényeket jelképeznek. Fényeket, amelyeket a bolygó sötétbe borult oldalán láttunk. Ott városok állnak, egy másik civilizáció. Valószínűleg kesirik, de talán jóval fejlettebbek, és nem tartanak az égjáróktól a segítségünkre lehetnek, de akár az ellenségeink is válhatnak. Éveken át jegyzeteltem a térképre mindazt, amit a felvételeken láttam, míg végül a képek elvesztek. Oda egy egészen más világ kell legyen. Megtettem minden tőlem telhetőt, és kesíri segédeim lezárják a térképeket, mielőtt leköltözünk tavba. De Neked vagy talán az örököseidnek egyszer szüksége lesz egy közös célra, amely egyesíti népünket. A tudás, melyet itt hagyok, valódi hatalmat képvisel. Az irítség nagy tettekre sarkalja a sziteket, de el is pusztíthatja őket, ha hagyod, hogy belülről rágja a társadalmat, mint féreg a gyümölcsöt. Íme, ezután sóvároghatnak. Talán elérhetővé is válik, ha megfelelően. Miután Hilc abbahagyta az olvasást, hallgatósága egy ideig még szótlanul állt. A figyelő a szöveget nézte, azután a félhomályba vesző dombor műtérképre pillantott, és aprót sóhajtott. Esetlenül tapogatózni kezdett az egyik zsebe után, végül elővette belőle a, a kis üvegtárolót. Van itt még egy levél is az anyjától, mondta. Ugyanez az írás van mindenhol, jegyezte meg. Az Iliana mellette ezúttal minden gyilkos szándéktól mentesen ácsorgó bentadó. Ismertek ennek a nyelvnek a szabályai? Azok voltak, felelte Hills, nyugtalanul toporogva. Amíg maguk fel nem égették az irattárat. Már csak én ismerem. A saját szavai újdonsült önbizalommal töltötték el, és kihúzta magát. Már csak én ismerem. Ez elképzelhetetlen, hüledezett Iliana. Miért nem mondta el Korszín senkinek? Volt egy meghódítantó kontinense, válaszolta a figyelő. Ráadásul személyes ellentéteik voltak Sílával és Gyerieddel. Őket ez nem motiválta volna. Végignézett az egymás mellett álló vetétársakon. Ám de minket megsegíthet. Ha azt akarjuk, hogy a szitek összefogjanak, adjunk nekik közös ellenséget. Kihasználva a töprengéssel telt csendet, Hilc kitekerte a levelet és felolvasta a üzenetét a tapani emberek sorsáról, akik szitterületre tévedtek és rabszolgasságba vetették őket. Felolvasta, hogy a jövőjük a saját világuk uralma, amelyet újabb és újabb világok meghódítása követ majd. Ha jól vezeted őket, akkor mindig lesz közös cél, amelyért összefoghatnak. Edel elképedve bámulta a térképet. Hogyan jutunk át oda? Tette fel a mindenkiben ott bújkáló kérdést. A kesirik nem értettek a tengerészethez. Ráadásul a helyi fajták mind vagy túl nehezek voltak ahhoz, hogy fent maradjanak a vizen, vagy túl gyengék a terheléshez. Ez a legnagyobb feladat, amelyet valaha is végre kellett hajtanunk, mondta Hilc. Széthúzással sohasem leszünk képesek teljesíteni. Mindenkire szükségünk lesz. Biccentett a torsz néra felé, és megismételte. Mindenkire. Ez rendet és fegyelmet igényel, hogy összefoghassunk. Egy másodpercre elhallgatott, mielőtt kimondta, mire gondolt. Mint régen. Edel hirtelen kikapcsolta a fénykardját. Újrafelépítjük a régi társadalmi rendet, mondta. elé elélépett, és féltérdre ereszkedett. Figyelő, szólította meg. Egyedül te ismered a régi nyelvet, és bárki másnál jobban ismered a régi módokat. Neked kell vezetned népünket. Az idős férfi döbbentem merett az előtte térdelő fiatal harcosra. Edel társai, az arany végzett tagjai szintén letérdeltek. Hilztől balra bent adó előbb csak bólintott kopasz fejével, de némi habozást követően maga is féltérdre ereszkedett. Halkan szólalt meg. Helyreállítottad a korszínba vetett hitünket figyelő. Még néra is letértelt. Egyikünk sem látta az ösvényt, de te találtál egy széleset, amelyen mind elférünk, mondta. Elnyerted a bizalman, figyelő. Hamarosan már csak Iliana maradt állva. Döbbentem merett ellenségeire, akik mind érdet hajtottak a döbbent múzeum gondok előtt. Valaki felkiáltott. Éljen Warner Hills, éljen az új uralkodó. 5. fejezet Hiltz nevet adott az előző korszaknak, és a rothadás korának végével nevet kellett adnia a következőnek is. A Hiltz féle helyreállítás kora Tetszett neki a hangzása. A két hétig tartó káoszt az arany végzet élte túl a legtöbb életben maradt taggal, ami végeredményben azt jelentette, hogy jól alakultak a dolgok. Petértársaikhoz hasonlóan ez a párt is magának akarta a hatalmat, de mindig is többet akart Kest a kontinensének uralmánál. Kifelé vágyakozott, és bár Hiltz nem adhatta meg a csillagokat, minden esetre talált egy megoldható, meghódítató világot. Bentadó, Néra és a többiek társaságában visszatértek a fővárosba, és bejelentették az új szövetséget, az új államrendet és az új célt. Hilc nem aggódott a másik kontinensre való átjutás miatt mint főmérnök, Edel ígéretet hogy minden erejével ezen a problémán fog dolgozni. És már is elkezdte tanulmányozni a módját, hogyan lehet nagyobb távolságokat áthidalni, mint amilyen messzire egy uvak repülhet, vagy egy vízi jármű eljuthat. Évekig eltarthat, sőt akár évtizedekig, vagy évszázadokig is. De mindenki úgy vélte, hogy a törzs sikerrel jár majd. Az új uralkodó inkább azon töprengett, mit fognak majd találni odát. Vajon Korszín beszélt Adari Valnak a másik kontinensről? Igen vagy sem, ha az egykori nagykövet eljutott odáig a lopott tuvakokkal, akkor a helyiek már tudnak a szitek létezéséről. Korszín jegyzetei feltehetőleg helyesek voltak, és a hódítás nem lesz olyan egyszerű, mint a kesta feletti hatalom átvétel. A kihívás ígéretétől Hiltz újra fiatalnak érezte magát. Maradt még valami, ami szinte csak utólag jutott eszébe. Amikor Edel és társai bejelentették, hogy új uralkodót választottak, a volt figyelő látta a haragos villanást Iliana tekintetében. Végeredményben ő vágyott jobban a hatalomra, nem az idős történész, akit végül a pártvezetők kijelöltek. A kezdeti döbbeneten túl, és látva, hogy Bentado és a többiek még mindig bosszút akarnak állni a sérelmeikért, az idős férfi csak egyet tehetett. Ha uralkodó leszek... Akkor szükségem lesz egy feleségre, jelentette be, még a dolgozó szobában. Nem Iliána lepődött meg ezen a legjobban. Hílc maga sem gondolta volna, hogy kimondja ezt a, és külön, ezt a különös gondolatot. Azt sem tudhatta meg, hogy a nő mit gondolt erről, egészen addig, amíg ott nem álltak a napfényes oszlopcsarnokban, a hegyi templom mellett. A magas és nemes tartású Iliána aranyszínben csillámla öltözéket viselt, amely a legjobb kézművesek tudását dicsérte. A törzs tagjai számára az esküvők csak alkalmat adtak az ünneplésre. A hűség nem sokat jelentett a szitek között. Viszont a tulajdonjog nagyon is fontos volt, és Iliana épp az imént szerzett tulajdonjogot egy egész kontinensre. A korábbi Síla nővérei közül is sokan megtisztelték a párt a jelenlétükkel. Az uralkodói házasságkötésnek be kellett temetnie az évszázadok alatt kialakult szakadékokat. Síla ősi eljegyzési gyűrűjével az ujján. Iliana óvatosan rámosolygott az egybegyűltekre, aztán Hilcre pillantott. Mindketten tudjuk, hogy ez nevetséges, súgta oda. Ha azt hiszed, hogy hálás leszek, mert megmentettél, eszembe se jutott ilyesmi. Ez láthatóan elégedettséggel töltötte el a nőt, legalábbis néhány másodpercig. Ám miközben a törzs különféle vezetői elhaladtak előttük, és egyesével üdvözölték az uralkodai párt, Iliának nának újabb gondolata támadt. Várjunk csak, súgta. Ha visszaállítjuk a régi viszonyokat, akkor nem úgy van, hogy az elhunyt uralkodó ágyasát is megölik? Kérdezte összevont szemöldökkel. Benne van a végrendeletben, nem? Ó, valóban? Csodálkozott el Hilc. Erről megfeledkeztem. Iliana tekintete parázsott dühében. Az idős férfi mosolyogva fürkészte a ifjú felesége arcát. Amíg ő él, addig azért küzd, hogy bölcsen vezesse a sziteket, és minden bizonyal elérhet még vagy 40 évig, hiszen van mellette valaki, akinek érdekében áll életben tartani őt. Illiana erős volt, fiatal, elkötelezett, és megvívhatta Hills csatáit. Néhányan biztosan csak azért egyeztek bele az uralkodóvá választásába, mert könnyű célpontnak tartották. De a nővel az oldalán ez már korán sem volt igaz. Iliana csak úgy védhette meg a saját életét, ha védelmezte az uralkodót. A volt figyelő felpillantotta mindkettejük fölé magasodó szoborra. Gyaruk korszint ábrázolta az első uralkodót, aki minden dologban bölcsen járt el, még a házasság kérdésében is. A szobor mögött a törzs tagjai álltak, szépen felöltözve várták, hogy vezetőik után ők maguk is az új vezető és menyasszony elé járulhassanak. A káosz minden túlélőjét meghívták, Néhányan elég rossz állapotban voltak, de eljöttek, hogy egyszerre ünnepeljenek az újralkodó házasságkötést és felemelését, amelynek ünnepe még mindig tartott. Hiltz arra gondolt, hogy az elmúlt hónap minden bizonyal emlékezetes marad. Az oszlopcsarnok két oldalán kesirik százai álltak, újongva ünnepelték uraikat. Hiltz odaintett nekik, mire a visító hangú ünnepség újult erővel hangzott fel. A kesirik még nem váltak a törzs részévé, de az új uralkodó változtatni akart ezen. Sokan rendelkeztek hasznos tudással vagy képességgel, és a törzsnek szüksége lesz rájuk, ahogyan eddig is szüksége volt. Hiltz egy pillanatra elképzelte, hogyan nézne ki szegény Jay szabja egyenruhában, és a gondolat megmosolyogtatta. Beletelik némi időbe, de el fogja érni, hogy a törzs befogadja az őslakosokat. Egész életében a múltat tanulmányozta, Ettől a naptól kezdve ő maga írhatta a történelmet. A törzs legendája folytatódott. Vége.